Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Jágnes, a DK alelnöke, kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt a kedves nézőknek, Brajer Péter vagyok, üdvözlöm Önöket. E szép nyári reggelen mai vendég műsorvezetőnk Kovács András, az Origo főmunkatársa. És nézzük, hogy hol tartunk a naptárban. A Luhaka zsinagógai naptár szerint 5777, Tammuz havának 9. napja van. És akik a Gergely naptárt használják, azoknak is segítünk, 2017. július 3-a hétfő van. Üdvözlünk minden nézőnket, akit külön üdvözlünk minden nézőket, akit Kornélnak, Somának, avagy Napsugárnak hívnak. Hisz ma van nekik a névnapjuk. És akkor nézzük, hogy miben nem vesznek föl többet kölcsönt. A svájci frank 282.03, míg az euró, abban sem jó kölcsönt fölvenni, 308.81. Öltözzenek rétegesen, hogy legyen mit levenni. Aki lemaradt időjárás jelentésünkről, annak elismétlem, 12 Celsius és 26 Celsius között lesz a mai hőmérséklet. Figyeljenek oda folyadék háztartásaikra, és akkor nézzük, mi történik az Európai Unióban. Mai munkacímünk: Orbán Viktor kivezeti az országot Európából. Jó reggelt kívánok még egyszer önöknek és a kedves nézőknek is. Nézzük az elmúlt időszakban. A magyar miniszterelnök minden egyes megnyilvánulása szembe ment azzal az európai gondolattal, amiért Helmut Kohlt például nagy európai politikusnak tartom, jó magam is, mert annak ellenére, hogy nem egy párt. De Helmut Kohl is nagyon szerette Orbán Viktort. Sőt, azt is szerette volna, hogy ő búcsúztassa. Hát azt nem tudjuk, hogy ez így van. Európát nagyon szerette. Vagy Emmanuel Macron, vagy Angela Merkel. Ez utóbbi például kevéssé tartozik mondjuk a demokratikus koalíció pártcsaládjába. De azt az európai gondolatot, ahol a szabadság, szolidaritás, jogállam kéz a kézbe járnak, ezekkel szemben megy a magyar miniszterelnök. És a legutóbbi beszédek kapcsán, ahol hát a rendezvényhez elvileg a nemzeti konzultációt zárta le, aminek a következményeit már lehet látni az utcán, meg a televízióban, ami már nem arról beszélünk, hogy Európa, ez már nem emberi, amit ebben az ügyben művelnek. Szóval ez a nemzeti konzultációt lezáró rendezvényen nem úgy viselkedett és nem úgy beszélt a magyar miniszterelnök, mint akinek fontos az európai gondolat, mint aki az országot abba az irányba szeretné vinni, hogy mind a szabadság, de főleg a szolidaritás terén Magyarország odaérjen. De lehet, hogy Európa fontos neki, csak más eszközöket, más utat használ. Nézze, pont azt hiszem, tegnap a Facebookon láttam egy fotót, ami mindent leír az orbáni politikáról. Ki volt, ugye minden európai beruházásnál, önök is biztosan látták, van egy ilyen kis tábla, hogy készült az Európai Unió támogatásával. Magyarországon lényegében ilyen beruházások készülnek. És akkor a leggroteszkebb az volt, hogy rá volt ragasztva, hogy állítsunk meg Brüsszelt matrica, ami egészen elképesztő. Akkor, amikor valójában... Aztán ez egy plakát, ami meg volt hekkelve. Azt nem tudom, hogy... Egy ilyen kis matrica volt, egy ilyen állítsunk meg Brüsszelt, és rá volt erre a táblára ragasztva, ahol láthatóan az Európai Uniós forrásból épül, aminek egyébként, ahogy mondjam, az Európai Uniós források jelentős részét a miniszterelnök baráti és haveri köre kapja. Hát látjuk, hogy Mészáros Lőrinc minden reggel fölébred, és vagy kap valamit, vagy vásárol valamit, éppen kiadó tulajdonos lesz, újság tulajdonos lesz, ennek a tulajdonos lesz, vagy éppen megnyer olyan közbeszerzéseket, milliárdos közbeszerzéseket, amit uniós forrásból finanszíroznak. Ez egy dolog a pénz. Mert én azt gondolom, hogy pénzügyi kérdésekben valóban le kell ülni és beszélgetni kell. De egy másik dolog az európai eszme. Európa akkor vált sikeressé, amikor a nemzetek, mondjuk itt a francia, a német nemzet, azt mondta, hogy leülünk és keressük a közös utat. És akkor lesz Európa. A római egyezményre arra nagyon európai, és a miért, a Szent István értelemben vett európai gondolatra, hogy nekünk le kell ülnünk és beszélgetnünk kell. Csak hogy a magyar miniszterelnök ma ott tart, hogy beszélgetni tud a török elnökkel.
Hát ha valaki látta azokat a felvételeket, amik Törökországban készültek, hát mit mondjak? Azért úgy emlékszem régebbi fotókra kiskoromból, meg utána most később már utána néztem, hát az 50-es, 60-as, 70-es éveket idézték a baráti szociális. Hát Törökországban elég érdekes a helyzet, viszont nagyon sokan vannak, gazdasági nagyhatalom, éppen Katárba katonai bázist hoznak létre, és ha jól tudom, ugyanúgy NATO tagok, mint mi, sőt. Igen, de Törökország nem tagja az Európai Uniónak. Ezt azért tisztázni kell, és Magyarország, hogy mondjam, nem pusztán politikai szövetség, ezt szerintem rögzítenék, hogy nem arról van szó, hogy mert mi politikailag Európához akarunk tartozni. Nem az én feladatom mindig megvédeni azt, aki nincs. De van, hát, már bocsánat, azért tisztázzuk, hogy kormánypárt azért ebben a stúdióban van. Ebben a stúdióban mindenki van. De ezzel nincsen gond. Tehát én szívesen vitatkozom kormánypárti képviselőkkel, bár csak odaérnek már, hogy vitatkozhatunk le. Abszolút. Olyan stúdió, hogy az 5777 éves múltunk, még azt is megengedi, hogy az időjárástól is függetlenek legyünk. Nem beszélek ilyen áldemokratikus televíziókról, amik tele vannak kormányhirdetéssel, itt nincsenek. Tehát ezt akkor elintéztük. Visszatérve arra, amikor megállapodott Magyarország Törökországgal a kölcsönös kihelyezett ülésekről, kormányülésekről, akkor éppen Törökország gőzerővel Európa felé hajtott. Időközben a helyzet megváltozott. Hát na erről van szó, szóval egy politikusnak kell, hogy legyen jó ütemérzéke. Igen, és ezen kell, kívül, hogy azt, de ön egy biztonságpolitikai szakértője, az egész ellenzéknek, meg azt mondhatom, hogy talán a kormányt és az ellenzéket beleértve ön ért a legjobban hozzá. Ez nagyon kedves, de... Tehát ön abszolút tisztában van azzal, hogyha a törökök kinyitják a kapukat, akkor itt se kerítés, semmi nem segít. Itt akkor közel 7 millió ember megérkezik. Hogy fog kinézni Magyarország 7 millió ember érkezésekor? Érdeklődni szeretnék, hogy ebben az ügyben miért a magyar miniszterelnök az, aki Törökországba utazik akkor, amikor pontosan tudjuk, hogy például Németország és Törökország között most éppen milyen feszült a helyzet. Mert hogyha közvetíteni menne, amit nehezen tudok elképzelni, hogy Orbán Viktor, mert Orbán Viktor nem az a formátumú politikus az európai politikai poron, maradjunk ennyiben. De az teljesen világos, hogy... Én pedig meg voltam győződve, hogy közvetítéssel is próbálkozik. Igen, hát nem, lehet, hogy próbálkozik, de nem nagyon sikerül neki. Tehát az, hogy a magyar miniszterelnök ilyen politikai helyzetben, és jó mondja, nagyon, hogy mondjam, érdekes biztonságpolitikai és egyéb, általában politikai helyzet van. De a külpolitikai kapcsolataimban Magyarországot nem nyugat felé, a nyugati szorosabb integráció, a francia-német szövetség felé viszi, és ott tüsténkedne, hogy találkozhasson a francia elnökkel, vagy a német kancellárral. Nem abba az irányba megy, nem abba az irányba megyünk, hogy találjunk közös megoldásokat. Mert valóban, tehát, ahogy az országban rengeteg probléma van, úgy nyilván az Európai Unió, unblock is vannak problémák. Azt mondom, nem lehet úgy megoldani, hogy nem tárgyalunk, hogy nem beszélgetünk, hogy Magyarországon, mikor pártrendezvény, akkor szidjuk az Európai Uniót, Brüsszelben meg mint egy, nem tudom, egy kiskutya behúzza fülét, farkát, mindent megszavaz, és a pénzt fölveszi. És közben olyan külpolitikai lépéseket tesz, lásd, Putyin már lassan ide költözhet Budapestre, lásd törökországi látogatás, ami egyszerűen nem illeszkedik abba a sorba. Még semmit találkozunk Putyin az amerikai elnöke, hanem Párizsba, tessék. Még Európánál maradva, múlt héten jelent meg egy felmérés, egy amerikai intézet készített, amiben azt vizsgálták meg, hogy hogyan viszonyulnak az egyes tagállamok az unióhoz. Itt kijött az, hogy magyar lakosságnak a jelentős része uniópárti, azonban az is szerepelt a felmérésben, hogyha adott esetben nem kapnánk pénzt az uniótól, akkor a lakosság vélemény nagyon gyorsan megváltozna az unióról. Mit gondol ön erről? Mi olyan felméréseket láttunk, hogy a magyar lakosság, ez másfajta felmérés, vagy folyamatosan kell, a magyar lakosság valóban nagyon támogatja az Európai Uniót, és jelentős részük azt szeretné, hogy erősebb integráció legyen, például egészségügy és szociális jogok területén, ami abból fakad, hogy Magyarországon azt érzik az emberek, hogy például a magyar egészségügy, hát az egyszerűen tragédia. Tehát, hogyha valaki bemegy egy kórházba betegen, akkor, ha nagyon szerencsés, akkor meggyógyul, rosszabb esetben, hát mindenféle fertőzéseket kap el, és láttunk már olyat, aki konkrétan belehalt kórházi kezelésben. Korábban nem volt probléma az egészségügyel? Soha nem mondtuk azt.
hogy a magyar egészségügy rendben van minden tekintetben. Nyilvánvalóan tettünk lépéseket a kormányzásunk idején, nem csak azzal, hogy a vidéki kórházakat felújítottuk, felszereltük, hanem azzal is, hogy próbáltunk változtatni. De azért emlékeztetni szeretnék arra, hogy pont a Fidesz volt az, amelyik a szociálisnak hazudott népszavazással megakadályozta azoknak a finanszírozási formáknak a bevezetését, amelyre éppen azt hiszem a HVG végzett egy kutatást 10 évvel a úgynevezett, még egyszer mondom, szociálisnak hazudott népszavazást követően, hogy ma már az emberek 2/3 ezt támogatja. Tehát, hogy mi azt látjuk, és visszatérnék erre az uniós dologra, hogy az teljesen természetesnek gondolom, hogy egy ilyen csatlakozás, amikor csatlakoztunk, az kölcsönös előnyökkel kell, hogy járjon. És ez teljesen természetesnek gondolom, hogyha mi befizetünk az Európai Unió kasszájába, akkor a gazdasági fejlettségünknél fogva, különösen az elmúlt 7 év rombolásának köszönhetően, a legszegényebb, legleszakadottabb rétegek kapjanak több pénzt. Engedje meg, hogy egy példát mondjak, bár az nem, pont nem a uniós forrásból készül, de például a Hódmezővásárhely Lázár János polgármestersége idején egy olyan roma integrációs programot csinált egyébként Soros György támogatásával, ami minta lett az európai világban. Tehát ugye én azt gondolom, hogy és nyilván valószínűleg volt benne valamennyi uniós pénz, de alapvetően Soros György támogatásával ment az a program, de szerintem teljesen normális és természetes, hogy mi forrásokat kapjunk arra, hogy a legszegényebb régiók leszakadását megállítsuk, és kezdjük őket fölzárkóztatni. De az, hogy a magyar polgárok sokasága, amellett, hogy támogatja az Európai Uniót, azt szeretné, az erősebb integrációt támogatja, aminek mi kifejezetten örülünk, mert a demokratikus koalíció a munkabér, az oktatás, az egészségügy és a nyugdíj mellett abszolút támogatója egy ilyen erősebb integrációnak, az azért egy nagyon erős rendszerkritika a jelenleg kormányra szemben, hiszen szeretném mondani, hogy például az egészségügy az Európai Unióban nem tartozik a közös politikák közé. Nagyon szépen köszönjük, és innét folytatjuk. Legközelebb, kedves nézőim, önök már láthatják, hogy kín az előtérbe itt van velünk dr. Derara Mihály, a fogyatékossággal élők szervezetének, a MEOSZ-nak az oktatási igazgatója. A fogyatékosok problémáiról vele folytatjuk. Most előzetesen aztán folytatjuk tovább. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, a viszontlátásra. Szépen.